A 18 éves nagybecskereki Milos Krisztics 4 hónapig járt járművezetői tanfolyamra egy helyi autóiskolába. Az elméleti vizsgát 4. alkalommal sikerült csak letennie, járművezetésből viszont már első alkalomkor sikeres volt. Számomra a teszt volt a legnehezebb, az tényleg komplikált volt, de megtanultam és a vezetés már könnyen ment. A tanfolyam elméleti részéből a vizsgán a leendő vezetőknek a közlekedés biztonságról, a közlekedési szabályokról és jelekről, a gépkocsik felszereléséről, valamint a vonatkozó szabályokról és rendelkezésekről kell megfelelő szintű tudást mutatniuk. Eddigi tapasztalataink szerint a vizsgázók számára nehezebb az elméleti vizsga, mint maga a vezetés. A nagybecskereki rendőrség adatai szerint 2014-ben több mint 1500-an próbálkoztak az elméleti vizsgával, viszont csak 38%-uk volt eredményes. Vezetésből a vizsgát a mintegy 1300 jelentkező fele tette le. Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy a leendő sofőrök nehezebben jutnak hajtási engedélyhez. 2009-ben ugyanis a mintegy 5000 jogosítványra pályázó nagybecskereki polgár közül megközelítőleg 70%-uk volt sikeres.